Na, hello, Bedó! Régen nem volt videó, nem baj. Helyzet az, hogy már vettem fel pár dolgot, szerintem ide be is vágom, abban fogom kezdeni. Bocsi, hogy ilyen negligén vagyok, de olyan meleg van itt bent, hogy főzök, nyitva az ablak. Szárítógép is ontja a meleget a fürdő felől, úgyhogy nyitva is az ajtó. Na, minden esetre bevágom ide, amiket felvettem, egy pár dolgot, aztán Gergő is ad egy interjút nekünk. Utána. És ennyi. Reggel éjszakás volt, alszik. Rázártam az ajtót, kicsempésztem a macskákat. Én meg főzök nagyon finomságosat. Na de mindegy, majd ezt utána. Most ide bevágom, amit be akarok vágni. Na szóval, te Magyka napozik éppen, mert pont ide süt a napocska. Ide a kibabám. Jól mutatom, mint egy fekapárna. Na, szóval vettem azért, ráragadt a kezem a múltkor a sejre, és vettem az ágyra ilyen, hát végül is ez egy takaró, csak ilyen jó nagyot vettem, és akkor átterítőnek használom, a kicsit untam már meg, mert olyan ócska az a másik, tele van macska karmolás nyomokkal, vagyis a macska körmei kiszakították nagyon sok helyen, és elég ótvarosan néz már ki. Jó lesz az még váltásnak, úgyhogy szépen majd kimosom, és vettem egy ilyen, hát nem az az igazi élénk rózsaszín, hanem egy ilyen, mit tudom én, milyen színű takarót, aztán 11 000 forint volt, de ez ugye extra nagy ágy, úgyhogy le is lóg szépen. 260-as, vagy 240-es a mérete a takarónak, azt hiszem. Rendeltem hozzá két ilyen párnahúzatot, egy másabb ágyanat, de hát pont nem érdekel, meg ilyen kis párnákat, feketét, rózsaszint. Megbeszéltük a emberrel, hogy milyen színt szeretnénk, és akkor ez lett. Oda három képet, fali képet, a ízbe le volt árazva a keret, 6000-ről 1000, nem tudom mennyire, majd 2000 körülre a keretek, úgyhogy így nagyon jól jártunk, ugye mi ízben vannak ezek a nagy akciók a képkeretekre, úgyhogy ez így tök jó. Úgyhogy vettünk, ezt választotta ránk már, egy farkas, egy sas, vagy valami olyasmi, egy oroszlám a rajta, fekete arany, úgyhogy ja, megvettem 2000 ér darabját ezeket a szőnyegeket, ilyen fekete szőnyeg. Azt hittem, hogy nagyon fog csúszni, de nem. Tehát ilyen nem tapad, nem ilyen tapadós, azt hittem, hogy menni kell majd alá, de nem csúszkált, tehát úgy nem estünk még el rajta, ebből vettem 2. Úgyhogy ez egy nagyon könnyen össze volt hajtva egy kis dobozba, hogy mondom, úristen, mi van, milyen szőnyeget vettem én, de ilyen jó kis, jó, és nagyon jó az a szőrme része, rettenetesen jó. Mit vettem még, azt hiszem, ja, egy vázát vettem. Egy ilyen kis aranyvázát ilyen pimpallóval, meg vettem egy rózsaszínet is, azt nem szeretem, mert nem szép rózsaszín, mindjárt mutatom. De nekem ez a fajta rózsaszín tetszik, vagy májaszín, vagy mi a bánat. Hova lett az anyambarás? Ja, itt van. Ez egy ilyen nagyon világos rózsaszín. Hát nem mondom, hogy csúnya szín, csak nem erre számítottam, tehát mutatom a takaróval. Hogy, tehát én azt hittem, mert a fotókon, még amikor a vásárlók küldtek is, ez a rózsaszín ilyen volt, ilyennek látszott, de hát ez nem olyan, ne se baj, mindegy, ilyen kis nyomvott váza, de ilyen vázákat meg ilyeneket nem fogok rendelni onnan, ezt a Pepco-ba fogom megvenni, ha kell, mert küldtek egy 3D nyomtatott vázát, hát olyan bűnös volt, hogy hiába mostam, hiába suviszkoltam, szellőztettem 3 napig, annak olyan szaga volt, gyerekek, hogy azt ki nem rakom. Illetve egy csokorka kis, ilyen kis virágot. Ja, ez nagyon helyes egyébként, ez szép. Ja, a pont illik ebbe a kis vázába, azt még a szemú barátnőtől kaptam. Egyszer. Úgyhogy ez van. Ja, ezeket vettük. A torony még mindig itt van. Többet fekszenek ebbe. Ennek ezt a részét, amit gondoltam, hogy nagyon fognak szeretni, mivel ezt szeretik, hát pont nem is érdekli őket, egyik se volt még benne, viszont itt nagyon sokat vannak felváltva, és itt is. Múltkor Jack belefeküdt ide, Lexi meg innen kapart holdalra, hogy jöjjön ki, mert ő akar belefeküdni, ez a mamlasz meg kijött, az meg bement és befeküdt oda. Szóval ezt még nem tettük el innen,
majd be akarom vinni a szobába, aztán majd lesz úgy, hogy ja, még nem is mutattam tényleg a, ja, még ezt rendeltem, ezt a szépen körveres mintátom, majd ide akarok venni egy ilyen feketét, de egyelőre ez jó van így, egy ilyen, hát nem egy, hanem pár darab ilyen aranyszínű. Nem tudom, ebben a fényben mennyire fog látszani. Mi ezt? Milyen bizbaszt. Csak ugye a fekete, amit hozzárendeltem. Váza, mondd már ki, Jack. Váza, az büdös, és az így elment a háztól, annyira nem sürgős, hogy én most rohanjak vázát venni. Elmaradott a sminkecsetekkel, simálsz ki. Igaz, nyuszika? Gergő, az teljesen meggyógyult, igaz? Sziasztok! Igen. Köszönöm szépen a jó kívánságokat, már meggyógyultam. Na, úgyhogy kérdeztétek, hogy hogy van, úgyhogy hogy vagy? Faszául. Oké, inkább nem kérdeztem semmi. Jó van, örülök neki. Most már nincsenek fájdalmai, rendben vagy. Na, dolgozok is, úgyhogy. Oké. Lexiék azóta nagyon meg a Jack, és nagyon megszerették ezt a várat. Nem gondoltam volna. Most már mind a kettőbe alszanak végre, ugye eltelt egy jó pár nap, amíg láthatok bejátszást, hogy felvettem, és talán azt hiszem mondtam bele, de már nem biztos, hogy nem nagyon használják ki, és jöhet a galacsin. Na, produkció? Ez a játék, hogy ő ki szokta belőle kaparni. Na, mi van, kislány? Hol van a golyó? Ott van. Azaz! Úgy van. Dobd le, Jack! Ledobta? Kérem vissza? Jaj, te, gyere ide! Na, Lexi? Jaj, hol van? Ja. Na most bedobom a másikba, figyelj! Hol a goji? Sups! Ez így nem jött ezt a vágyam, mert nem jól van fordítva. Na gyere, Lexi! Hopp! Alulról boxolod? Ó, nagyon ügyes vagy! Szuper vagy, szuper csaj vagy! Jányom! Na gyere! Hopp! Ügyes vagy! Én meg dobok neked gólt. Na, Lexi? Ha? Ott van. Pofasz ki! Pofasz ki! És ezt Jack is tudta csinálni. Ó, nagyon ügyes vagy! Na, jó van, megyek főzni inkább. Ja, főzök ilyen. Hát most megcsináltam a gyümölcsöt, és gyorsan itt ebbe a fazékba, mert most nem volt kedvem előszedni a... Most gyorsan fazékba csináltam a gyümölcslevest. Ott sül a krumpli, nagyon régen volt már nálunk krumpli. Krumpli! Ilyen fűszersót tettem rá. És... Sőt, nem is tudom hol van, lesz még édes burgonya is. Hoppá, melyik dölt el? Ja, egyik se. És csináltam ilyen, hát vörös hagyma, lila hagyma, pici olívaolaj, gomba, mi ez a paprika? A kaliforniai paprika, füstölt szalonna, kicsi kolbász, mindenből, amit találtam itthon, azt így össze. Pirítottam, vagy nem pirítottam, díszteltem. Lejlának külön szedtem ki, mert ő nem fogja megenni a gombásat, és a csirkem mellett fogom megtölteni vele, így kiklofolom vékonyan. Ja, még ezt be kelek tömlős sajttal össze dzsubázom, hogy egy ilyen kenhető massza legyen, vagy kocka sajta, majd meglátom mind a kettő, most van itthon, és majd valamelyikkel. És akkor picit be ilyen sertésültet, füsztesot fogok erre rátenni, és ezekkel a masztákkal meg fogom kenni, felgöngyölöm, bepanírozom, és ki fogom sütni. Úgyhogy ez lesz ma az ebéd, már ilyen régen volt, pár évvel ezelőtt nagyon sokszor csináltam ilyeneket, de valahogy úgy elfelejtettem. De nem tudom, már úgy nem csináltam mostanában. Ott egy cica, és itt egy másik. Na, ha? Oszta! De el is tűntél, nem is látlak már. Hol lettél? Hozd vissza! Hozd ide anyának! Megszínűleg befeküdt a hengerbe. Hozd vissza! Hol van? Gyere, Jack! Gyere, dobom neked is! Hm? Gyere! Gyere, itt van! Gyere!
Jack, gyere, gyere, hova dobja a mama? Gyere! Mama vagyok! Jack, gyere! Hopp! Semmi? Olyan le kell vadászni? Nem látszol a szőnyegen. Nagyon szeretik. Hozz vissza, hozz a szárba. Meg szokta fogni a szájára, és mindig kutya úgy hozza. Na, ma így nem haladok. Úgyhogy el kell pakoljam a tojásokat, csak nem is tudom, hova tettem a tojástartót. Ezt még a Shane-ről rendeltem múltkor. Egy a baja, hogy fura nekem, hogy nem fordítva nyílna. Egy a problémája, hogy nem fél bele túl sok nagy tojás. Ez van. Gyorsan be is kaptam őket, tehát hogy gyorsan lesz, azt nem tudom. Tehát múltkor megszívtam, nagyobb tojásokat vettünk, és nem tudtam leszállni a tetejét. Egyszer meg így összeroppant. Ugye a hegyes végével kell lefelelni, úgy tudom. Úgyhogy, ja. Tojás, még egy tojás, hímes tojás, mindjárt a húsvét, azt lehet hímes tojást enni, főzni. Ja. Baj. Reggel még, mikor hazajött az uram, megnyírtam, birka nyírás volt. Aztán elment zuhanyozni, hogy menjen aludni. Így, ennyi. Így, kész lehet a hűtőbe. Ja, hát cserélem a pólomat, mert már le van ráfröccsent valami olajt. Vagy nem is tudom. De nem baj, még szerintem a főzést kibírja. Szavasz, Lexi, mindjárt előszerem a húst, csak mosom a kezemet. Aztán biztos, hogy beindul a vartyogás, hogy húst akarok, húst akarok. Na, így néz ki. Ez a gombás, ez a nem gombás, és mindjárt bele fogom varázsolni. Azt sem tudom, hogy látszik-e, mert olyan hülyén édesült a nap, meg lehet csak a tőnyemet látni, mert adok se vettem fel, mert már mi a francnak megyek fel itthonra. Miattatok nem fogok, meg magam miatt se. Na, érted? Na, szóval kell nekem tömlőszojti. Nem volt laktózmentes, úgyhogy laktóz tablettát kell lesz venni, ebből nem volt. Mert most a maciból se volt. Abból a háromszög sajtból, tudod, a kocka sajt nevű dologból. Úgyhogy... Húi! 5-én megyek megint körmömet megcsináltam, mert már nagyon nő le. Úgyhogy én 2,5 hétre ölöttem be a dolgokat. Új. Majd mindjárt. Van itt nekem egy tányérban, amiben pucoltam mindent. Abba szerintem belerakom. És... Ú, de retkes lett a tűzhely. Vagy csak poros? Ami baj van ennek? Nem csak poros. Mi az, Lexi? Még nem nyitottam ki a hús, még nem barult meg. Így. Jó, van ez. Na, és akkor ezt összekevered, érted? Szerintem kinyitom én a másikat is, mert... Jaj, hát nézd már, hát rám fröccsent tökönbe. Hol van? Fú, de gusztustalan. Mármint, hogy már az egész ruhám olyan, tényleg. Ja, kettő kell bele. De jó, nagyon sokat fogom, meg fogom csinálni, azt hiszem, mindjárt megnézem, talán 2 kiló a hús. De megcsinálom, mert le fogom fagyasztani, ami kész van, és sok, hogy legyen olyan, hogy csak előszedem, és akkor... Na, és akkor ez az a töltelék, nem fogom megsózni már, egy kis fűszert fogok beletenni, fehér borsót, hát meg lehet rozmarin, vagy mit tudom én, valamit, amit találok, és... Mert van benne a menyem adott ilyen füstölt szalonna, de gyerekek, az olyan finom. Abból tettem bele, meg volt itthon egy ilyen kis doboz, mondd ki milyen szalonna, az a... Tudod, az a békön, már határidős volt, hogy lejárt, tegnap, le is járt tegnap, de semmi baj nem volt. Megnéztem, még azt beleraktam, plusz a menyemtől kapott füstölt szalonnát. Úgyhogy ez meg a Leiláé, mert ő ugye nem szereti a gombát, hát én nem fogom akkor erőltetni, neki csinálok külön. Kedves vagyok. Néha. Ja, úgyhogy tegnap volt szülőértekezlet is. Képzeld el, a saját lábamon mentem el.
az urammal együtt. Aztán nekem közbe jött valami, és nem mentem be. Ő bement, én meg elmentem elintézni a másik dolgomat. Na, szóval, jár a baba, jár. Oké. Na, szóval ez a hús. Én sajtam szemüveg, hát nem sok volt. 1 kg 34 deka, ebből van 2, úgyhogy ezt a 2-t fogom szépen megcsinálni. Majdnem elfelejtettem recsenni a borsot. Közben egy nyalat nekünk megkóstoltam. Fehér bors. Egy kis rozmarin. Nem sok, mert akkor mosogatószer íz lesz. Ja. Oké. Okay. Amúgy is van ebben már annyi íz. Ugye benne van a füstölt kolbász, füstölt szalonna, sima békony szalonna, a kaliforniai paprika, lila hagyma, vörös hagyma, tudja tököm. Oké. Okay. De végül nem raktam rá fűszersót, mert annyira fűszeres lett ez a szalonnától, meg a kolbásztól ez a cucc, hogy inkább nem raktam rá. Nem tudtam szépen sajnos ezt a keveréket szépen, nem is tudom, először a lejlájt csinálom. Nem tudtam szépen, hogy ezt a hús szépen felvágni, mert olyan mócsingos volt, hogy ilyen darabok estek le róla macskák örömére. Úgyhogy nem nagyon sikerált, sikera, sugera, bugera. Na most ezt hogy tekerjem? Ez olyan kicsi gézde lett, hogy... Nem fogom összetűzni semmivel sem, hanem így fogom bepanírozni. Lesz a neked. Gusztusos, ugye? Így, te kis hagyma. Nem is tudom, így vagy így. Na, szóval feltekercseled, érted? Ahogy sikerül. Így. Aztán bepanírozod. Oké? Okay. Gyerünk, már szedtem is ki a kis gyümölcsleves. Na, kész lett a krumpli is. Fele levele ragadt, de nem baj. És akkor ezt szépen így fel lehet karikára vágva, és akkor szépen látszik benne a töltelék, hogy elvágja. Szóval ilyen hosszú rudak lettek, van kisebb, akkor ez a csirke, mert ez teljesen szép volt dzsuvázva, meg sima rántott húst is csinálok a faflangos részből, úgyhogy sűr. Jó, itt vágyat? Jó, vágyat. Na, végeztem, kicsit öljettem. Ego, nézd. A mosogatók is már megy. Meg ott van minden is, nem tudom, látszik, nem látszik. Gergő már megevédelt. Ragnar ezt most eszik, és akkor azt a maradék tölteléket már maradt, ugye a húsok nem voltak túl megfelelőek, ezért maradt töltelék, még rádobta a húsra, leborította vele a húst. Na milyen? Jó lett? Nagyon finom. Aha. Nagyon finom? Ja. Jó van akkor. Volt egy kérdés, hogy hol vettük ezt a, honnan rendeltük ezt a szalattóládát, honnan rendeltük az alomládát. Ki tudja? Meg kell néznem a gépen, mert így fejből nem. Ja, jó, akkor majd ebéd után megnézem. Aha, meg persze. Ja, mert volt kérdés, de egyébként, hogyha beírjátok, hogy alomláda, akkor hogy minek alomtartó, alomszekrény? Valami ilyesmi. Alomszekrény, képtaláltuk rá, mert nagyon sok helyen lehet kapni, és nem sok helyen lehet kapni, 3-4 helyen lehet kapni, különböző árban, meg kell keresni a legolcsóbbat. Meg a méretet érdemes, mert a belső méret az van benne egy ilyen merevítő, ugye? Amit mi kiszedtünk, és így fér bele az alomtárca, a nagy. Igen, a nagy alomtárca. Nagyon jó. Kaparják a belső oldalát is, mert ott is be kell kaparni, igaz? Igen. De szeretik. Úgyhogy... Jó, akkor az uram meg ebédel, és akkor utána... Mi a tököm? Utána lesz? Megnézed a gépen. Nagyon szétestem. Elmeséltem, hogy letírtam a komment lehetőséget. Meg ilyenek, meg nem lesz bevásárlós videó, ha mégis lesz, akkor nem lesznek árak. Így van? Vagy így van? Mert miért csináljam én azt, hogyha nem akarom? Mert nem szeretem. Csak azt fogok csinálni, hogy szeretek. Igaz? Hát úgy is kell. Hát így van, ennyi. Jó van. Jó, akkor okoz örömet. Hát igen, akkor okoz örömet, így ahogy mondod.
Elöntöm még ment. Nem, nem akarom. Ja. Ezt finom ez a sült krumpli keverék. Jó lett. Ja, fűszer sót. Uh-huh. Fel kellett vennem egy kardigánt, mert jön a hátamra a pára elszívó. Kivennyitve az ablak. Mert ugye nem jó a pára elszívó. Ember mondta, hogy megcsináltatja, meg kicseréltetni, nem tudom. Előbb azt mondta, kicseréltetni, aztán, hogy megcsináltatja. De jobb lenne egy ilyen kihúzható, de nem. Mert a felé ígér ki, csak a pár így a felét szívja el. A fele. A felületnek. Na jó. Na, megnézte Ragnar, hogy hol vettük. Hol vettük? Shopon.hu. Ott. Shopon.hu. Igen, és úgy hívják, hogy Fe Andrea macskaalom doboz. Ennyi. Kész. Van ettől kisebb is, ja. Meg más a dizájnnal is. Egy kis esti ítélre lebúcsúzom. Középső szint, Jack főnök a kockába, ezt szeretik nagyon, és Maxi főnök ott a mini vár tetején. És itt alszalak. Úgyhogy velük búcsúzom. Hello, szia!